Mikor Attila megkért, hogy beszéljek ma, akkor azt a címet helyezte a szívemre, vagy azt mondta, hogy arról beszélünk, hogy közönségből közösség. Ez egy elég korrekt és elég konkrét cím, hiszen bennem rögtön megfogalmazódott a két különbség, hogy közönség, közösség, és hogy hogy lesz, és mi az útja annak, hogy abból, hogy elképzelünk például egy színházi előadást, hogy szépen elmegy a hallgató, bemegy az olyan épületbe, ahol a staff az neki ágyazott meg, neki készítette be a székeket, és csak el kell foglalni a helyét, és aztán végighallgat egy szép előadást, egy koncertet, egy színházi élményt, aztán szépen véleményezi azt, vagy tapsal, vagy tojásdobálással, utána szépen hazamegy és feldolgozza az élményeket. Ebből hogy jutunk el oda, hogy közösségben lenni másokkal? És nekem most megkapcsolódok majd az Ágihoz, és sajnos a síráshoz is lehet, mert egy ilyen anyai üzenet van bennem, és azért, mert volt az elmúlt pár hétben egy olyan élményünk, amit fel kellett dolgoznunk, és rögtön eszembe jutott, hogy az ember az egy hiánylény. Az ember nem olyan aspektusában fogalmazná meg, mint ahogy az antropológia, ez egyébként nagyon érdekes megfogalmazás, de nem hívő szerintem, de ők abból indulnak egyébként ki, hogy az ember nem készen születik, hanem szüksége van valami másodlagosra, és abból lesz neki egész. Egyébként eddig jó is a sztori, de hát ők nem hisznek a mi megváltunkban. De én nem ilyen aspektusában gondolkodnék a hiány lénységről, hanem hogy nem tudom, ismertétek ezt az érzést, vagy ismertétek ezt az érzést, hogy valahogy mindig más kell, mint ami éppen van nekünk. Amikor 2 évesek vagy 3 évesek voltak a gyerekeink, a hiszti, dackorszak, ilyesmi, akkor számtalanszor megfogalmazódott bennünk, hogy bárcsak már tinédzserek lennének, bárcsak már társasozhatnánk együtt, nem ez a dacos hisztis korszakot élnénk. És hát most meg itt van a Janka lányunk, aki most 18 éves, és hát Debrecenbe költözik, és tudom, hogy nagyon sokan, nagyon sok mindent éltetek már át, és az Ausztráliához képest ez eltörpülő probléma, de mi nagyon megfeküdtük Attilával, és rögtön eszembe jutott, hogy bárcsak még 2-3 évesek lennének, és itt totyognának körülöttünk. Szóval az embernek valahogy sose jó, ami éppen van. És most fel is olvasnék egy nagyon, megint csak egy, hogy mondtad, milyen helyezőt használtál, Jess, hogy nagyon, milyen ige. Ijesztő, igen, ez is egy kicsit lehet, hogy ijesztő lesz, de majd hát szeretném kibontani. Vannak, akik azt mondják, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba. Ott maradunk egy évig, üzleteket kötünk és sok pénzt keresünk. Jól figyeljetek. Azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, hiszen az egész életetek olyan, mint a pára, amely csak kevés ideig látszik, azután szétfoszlik. Ehhez azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, ezt meg ezt fogjuk tenni. Ha valaki elmulasztja a lehetőséget, hogy valami jót tegyen, bűnt követel. Tudjuk azt, hogy a bűn az nem olyan bűn, tehát nem úgy fogalmazzuk meg a bűnt, hogy a gyilkolás, a lopás vagy ilyesmi, hanem egyszerűen ez egy céltévesztett állapot, amikor nem vagy benne Isten tervében, amikor nem teszed azt, amit tehetnél, amire téged elhívott ő, és most nem akarom ilyen fenyegetőleg rátok helyezni, hogy mi lesz holnap, de ha belegondolok abba, hogy hozzá 21 év most hogy elröppent, hogy mintha tegnap mentünk volna az oltár elé, hogy mennyire itt volt az, amikor itt totyogtak, és hogy ha nagyon optimist vagyok, és 100 év jár nekünk, akkor is iszonyatosan gyorsan elmegy. És arra jöttem rá, amikor Jankát feldolgoztam, ez egy feldolgozási folyamat volt. Na, a Janka problémát, amikor feldolgoztam. Janka nincs itt. Akkor megfogalmazódott bennem egy mondat. Megfogalmazódott bennem egy mondat, hogy ennek az életnek akkor van értelme, hogyha a körülöttem levőkért tudok valamit tenni. Annyira kevés időnk van, annyira hamar elröpül, és én minden egyes pillanatot meg akarok ragadni, hogy tenni tudjak a családomért, értetek, a közösségünkért, és mindenkért, hogy használjuk meg ezt a röpke, tényleg pillanatnyi életet, ami itt van. Nagyon ijesztőnek tűnik, de egyébként ez egy örömteli dolog, mert megyünk fel a mennybe Jézushoz. De egyszerűen az volt bennem, hogy ki akarom használni. Van egy még egy ige, hogy aki okos, minden lehetőséget kihasznál, mert gonosz időkben élünk. Ennyi van. Tehát, hogy adatot nekünk, tényleg legyünk optimisták, 100 év. Laci a 80-at szokta azt hiszem mondani, 89. 100 év, legyen 100. Legyen 100, legyünk optimisták, de az is elröpül, és most kell megragadni a lehetőséget. Aztán olvastam, vagy láttam egy riportot, azt hiszem a Magyarország 17. leggazdagabb emberétől, és az egyik mondatában az volt, hogy úgy kell élni az életet, hogy nekünk legyen jó. Hogy nekünk jó legyen. És mekkora különbség van abban, amikor kapsz egy pofont az élettől, ne kapjatok pofont, de mondjuk nekünk ezt tényleg fel kell dolgozni, és így megállsz egy pillanatra, hogy
bakker, használjuk már ki azt a percet, azt az órát, azt a napot, ami adatot nekünk, és tegyük meg, amire Isten elhívott bennünket, és micsoda különbség az, hogy ő meg megteszi azt, ami neki jó. Sokkal nagyobb érték, és Isten erre hívott el bennünket. Aztán azon is gondolkodtam, hogy mi akadályozhatja azt, hogy mi közönségből közösség legyünk. Szerintem az egyik ok, de erről nem fog beszélni, mert ilyen köztünk nincs is, az az egónk. Vagy hát valljuk be, mindenki találkozott már az egójával, és amikor, bocsánat, amikor otthon maradsz kétszer-háromszor, tök jó, maradj otthon, és nézd meg online. De mikor egy évig mondjuk online nézed, akkor el lehet gondolkodni, hogy valami talán nem stimmel, és lehet, hogy az az ego, ami otthon azt mondta, hogy a tévénél jobb lenne kapcsolgatni, akkor ezt egy picit le lehetne csendesíteni, hiszen is megint kivisszakanyarodok. Most még megteheted, és nem riogatás, csak most van itt a lehetőség, hogy megtedd, hogy bemenj, hogy elmenj, hogy megölelj, hogy megpuszi, hogy imádkozz emberekkel. A másik oka szerintem, és ezzel csatlakozok is a jazzhez nagyon markánsan, a kisítőség. Amikor nem hiszed el, hogy te valamit hozzá tudnál tenni. Amikor nem bízol abban, hogy Isten téged is elhívott. Amikor nem fogadod el, hogy benned ugyanakkora érték van, mint a szomszédodban van, vagy az előtted levő ülőben. És itt is olvasnék akkor egy igét, ezt még talán... Nem. Majd mindjárt. Tehát igen, te vagy a kéz, a szomszédod meg a láb, lehet, hogy a szem, és ez mind együtt adja ki a megoldást. Ezt felolvasom. Igen, ezt ki is tudjuk vetíteni. Isten azonban minden egyes testrészt beillesztette a testbe a maga helyére, és az egészet jól elrendezte. Úgy, ahogyan neki tetszett. Tehát ti együttesen a Krisztus testét alkotjátok, egyenként pedig ennek a testnek tagjai vagytok, és mindegyikőtöknek megvan a maga helye és feladata ebben a testben. Tehát amikor nem teszel valamit, akkor minimum két oka lehet. Az első, amit most nem is említek, mert többet, de lehet, hogy nem hitted el magadról, hogy neked van egy elhívásod, amiben bele kéne csak állni. Nagyon szép szó ez a magyar, nagyon szeretem a magyar nyelvet, ez a közösség. Ugye a közös szóból származik, és benne van teljesen margánsan, hogy közös mindenünk. Közös a mi Istenünk, közösek a céljaink, közösek az álmaink, közösek a vágyaink, és ebből lesz egy közösség. És kicsit eljátszottam Kazinci forog a sírjába, biztos meg a magyar nyelvészként, Piroska. De hogy legyen ez a mi közösségünk, az imádság az pont, hogy egyébként az imádságnak a háza. Vagy akkor mondhatnám azt, hogy a szeretség. Szeressük egymást, és ez összeteszi, ez egészet, ez egy szeretség lesz. Áldásság, legyünk áldásság. Mi áldások vagyunk egymásnak, és mi együtt egy áldásság vagyunk. Egység, legyünk egyek, és ez egy egység lesz. Békesség, abban is benne van. Nagyon szép ez a magyar nyelv. A lényeg az, hogy a gyülekezetet te, meg én építjük. A dicséretet mi együtt hozzuk össze. Annyira jól el vagyunk a dicsőítő csapat, de annyiszor elmondtuk azt is, hogy amikor meghalljuk a visszajövő hangokat, az teszi egyé, azt forrassza egyé. Ha én beadom a tizedemet, abból nem lesz gyülekezeti házunk. De ha összesen beadjuk, ha összesen adunk, ha ezt mind összetesszük, akkor lesz valami, tehát ezt mi együtt csináljuk. Ez a közös ügyünk, ez a közösség. Tehát ez egy közösség. És szeretnék még egy igét felolvasni. Viseljétek hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra. Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé. Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek Istennek, hiszen mindnyájan Krisztus testének tagjai vagytok. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságban éljen bennetek, és lakjon veletek együtt. Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel. Isten iránti őszinte hálában énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat és a Szent Szellemtől származó énekeket. Én azt gondolom, hogy ha mindenki beleáll ebbe a nagységbe, ebbe az egészbe, ami ezekből a részekből épül össze, és ebből lesz egy közösség. Akkor amivel kezdtem az elején, hogy a színházba elmenve dobálják a paradicsomot, akkor nem fogunk dobálni. Amikor te is benne vagy, akkor már nem dobálsz, akkor nem kritizálsz hátra. Ja, igen. Nem, szerintem... Ja, saját fejére. Igen. De amikor egymást építve, tényleg a közösséget építjük, akkor ezek eltűnnek, mert mindenki egy célért dolgozik, tesz. És annyira, hogy a Béla is örültem, hogy gyakorlativá tette, mert kegyelemben élünk, és semmi nem kötelező. És azt is, amikor azt mondtam, hogy elmúlik ez a világ, és bennem mi is, az sem egy fenyegető dolog, hanem a lehetőségnek a megragadása. Én annyira bátorítok titeket, hogy ahogy a Jazz is mondta, kutassátok ki ezen a héten, imádkozzunk érte, hogy mi a ti feladatotok, és álljatok be, aki már benne van, az támogassa másikat, hogy
hogy beálljunk, és egységesen, tényleg egy közösséget alkotva haladjunk tovább a cél felé, és akkor megvalósul az, amit Attila is mondott, hogy egyszerűen otthon fogja érezni magát a kívülálló, aki beérkezik. Köszönöm, hogy meghallgattatok.